Hayes alkotásait láthatjuk, aki megtisztelt minket jelenlétével. A Hajdúhatházi Ki mit tud gyermekrajzversenyére beérkezett alkotások mellett egy helyi fiatalember, Lakatos Gusztáv tárlata is megtekinthető volt a művelődési házban. Volt egy srác, ő eljött oda hozzám, megkeresett engem az öcsém által, hogy szeretném a munkáimat kiállítani, ő szeretné kiállítani a képeimet. Aztán mondtam, hogy ebben benne vagyok, és kiválasztottunk egy 4-5 képet, aztán így elvittük oda. Kiállításon a képeim régóta nem voltak, már örülök neki, hogy kiállították akkor a munkáimat. A Földi János Általános Iskola volt az első, ahol Guszti is segítséget kapott a tehetségek kibontakoztatásában. A roma és nem roma gyerekek az alapismeretek mellett zene, tánc, szín és bábművészet, illetve a képző és iparművészeti területen is készségeket sajátíthatnak el. Itt jöttem rá a tehetségemre. Itt. Hát ennek az iskolának így köszönhetem, hogy most itt ott tartok, hogy kézművész vagyok, meg grafikával foglalkozom. Hát ez annak köszönhetem, az iskola fedezett fel engemet, úgy mondhatom. Hát így jó. Az iskola vezetője rajztanárként volt az első igazi mestere, és a mai napig figyelemmel kíséri a fiatalember pályafutását, támogatja a munkáját. Különösen az autóbalesete után. Akár a valóságos modell alapján, az akár fotó alapján, ő mindig hozzáteszi a saját lelkét. Tehát azok teljesen mások, mint az a fotó, amiről rajzolja. Tehát sokkal jobban élnek az ő portréi. Ehhez egy Isten áldott a tehetsége van. Mert Gusztinak a képzőművészet volt az, ami a gödörből kihúzta a családja szeretete után, rögtön a képzőművészet. Ugye megbeszéltük, hogy lába nincs, de keze van, hála Istennek. És a kezét kell használni, mert az Úristen arra figyelmeztette, hogy a kezét kell használni és a fejét. Egy alkotásnál összességében a művészetben nem számít a bőrszín, az etnikai hovatartozás, sőt a kulturális különbségek még inspirálóak is lehetnek. Ilona nem csak tanárként, hanem hajdúhatháziként is tapasztalja az együttélés jó és rossz pillanatait. A jó példákatnál ott nem számít, hogy már ki a roma és ki a nem roma. Tehát ez nem játszik szerepet. Igazából a mindennapi életben ember van. Tehát én valakivel, mint egy másik emberrel kerülök kapcsolatba. És egyéni különbségek vannak közöttünk, mint emberek között. És az általánosítás és az összemosás az a legkárosabb. Guszti Hajdúhatház legszegényebb részén, az Oncsa telepen lakik feleségével és gyermekeivel. Családja és szomszédai nélkül nehezen boldogulna. Itt mindenki figyel rá. Eljönnek, hogy értem, hogy elvisznek valahol, akkor már így mondják, hogy hova mentem, meg mit csináltam. Meg ilyen. Így kíváncsiak az emberek, hogy mit csinálok én így. Jól ismerjük egymást.